Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felújongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Ami az életünkben lényeges, az a kapcsolatainkban, a találkozásainkban történik. Ebben az advent negyedik vasárnapi evangéliumban egy nagyon szép találkozásról olvasunk. Erzsébet és Mária között átragyog az Istennek az öröme, az Isten jelenléte. Miért is volt ez, hogy ők így tudtak találkozni, hogy a Szentlélek betöltötte őket, és Isten jelenléte átsugárzott a kettejük kapcsolatán? Szeretnénk, ha ez velünk is így lenne minden találkozásunkban, már így az ünnepek előtt is, meg később is az ünnepek alatt, amikor oly sok emberrel találkozunk, családtagjainkkal, barátainkkal. Arra gondoltam, hogy az egyik dolog, aminek köszönhető az, hogy Mária és Erzsébet találkozása ennyire tele volt Isten jelenlétével. Az egyik oka ennek az, hogy Mária a szívében hordozta magát az Istent, a szívében és a méhében. Mondhatjuk, hogy könnyű volt Máriának, hiszen miután kimondta ezt az igent az angyal szavára, amit az angyal által Isten üzent neki, azutántól fogva az Isten ott lakott benne, és bárhova ment Mária, magával vitte Jézust. És ez lehetett az oka annak, hogy Isten öröme meg tudott jelenni kettejük kapcsolatában, az ő találkozásukat ennyire ragyogóvá tudta tenni. Azonban a magunk helyén, a mi életünkben valamiképpen mi is tudjuk és hisszük, hogy hordozzuk Jézust. Az Isten bennünk is ott él a keresztségünk óta, és minden szent áldozás után, kicsit mint Mária, mi is egészen valóságosan Krisztussal mehetünk mindenhová. Nincs olyan hely, ahova Jézus ne kísérne el bennünket. Az egyik dolgunk tehát az, amire az evangélium meghív, hogy folyton tudatosítsuk magunkban Jézusnak, Istennek ezt a jelenlétét. Hogy ne féljünk semmitől, és higgyük, hogy nem vagyunk egyedül. Isten ott van bennünk, és ő vele léphetünk bele minden eseménybe, ő vele mehetünk minden találkozás felé. Azonban attól, hogy Mária már a szívébe és a méhébe fogadta a megtestesült igét, Isten megtestesült benne, ettől még nem feltétlen jött volna ez az Isten jelenlétével teli, örömteli találkozás létre. El is kellett Máriának indulnia. Pedig talán kényelmesebb lett volna neki, hogyha otthon marad, hiszen akkoriban az utazási feltételek sem voltak olyan egyszerűek, mint ma. Nem egy gyors vasútra ült föl Mária. Várandósan, talán a hány ingerével küszködve, föl kellett ülni valami rozog a kocsira, amelyet állat húzott, és így kellett hosszú utat megtennie Júda egyik városába. Talán József is jobban örült volna, hogyha ifjú jegyese ott marad vele, és nem hagyja el őt néhány hónapra. Mária mégis úgy dönt, hogy Júda egyik városába siet. Azért ment el, mert azt hallotta az angyaltól, hogy rokona Erzsébet is gyermeket fogant, és már a 6. hónapban van. Isten ezt a jelet adta neki. Ezt a jelet adta, hogy megerősítse az ő hitét, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Mária engedelmességből kelt útra, hogy Isten megajándékozhassa őt azzal a jellel, amit ígért neki. Kicsit olyan jel ez, mint később a pásztoroknak mondott jel. A pásztoroknak is el kellett menniük megnéznie,
hogy mi történt. Ez a másik dolog, ami segít minket is abban, hogy valóban a kapcsolataink és a találkozásaink tele lehessenek Isten örömével. Ha nem a magunk akaratát keressük, nem a magunk kényelme szerint döntünk, hanem mindent úgy teszünk, hogy engedjük, hogy Isten vezessen minket, az engedelmességben tesszük az állapotbeli feladatunkat, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten jelen lesz ott, ahol mi vagyunk. Szép, hogy annak az Istennek engedelmeskedik Mária, akit a szívében hordoz. Így nem csak Mária hordozza az igét, hanem valamiképpen az ige vezeti, az ige hordozza Máriát. Így szeretne Isten vezetni minket, és akkor mindig biztosak lehetünk abban, hogy az ő jelenlétében vagyunk. Ezen a héten az adventi feladatok között folyton újabb és újabb feladatokkal, találkozási lehetőségekkel szembesülök, és néha eluralkodna rajtam a félelem, hogy hogyan is fog minden beleférni, hogyan fogom tudni mégis Jézust adni az embereknek. És ilyenkor mindig jó arra gondolni, hogy nem én magam keresem ezeket a feladatokat, nem én magam szervezek magamnak mindenféle elfoglaltságot és pörgést, hogy ne kelljen csendben lenni, hanem ha valamiképpen az állapotbeli feladatomban és az engedelmességben teszem ezt, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten jelen lesz és nem fog cserben hagyni, ad hozzá erőt és ad hozzá légszeretetet, ha folyton újra kérem. Az evangélium ezt kéri tőlünk, erre hív minket, hogy újítsuk meg a hitünket a Szentlélek által, újítsuk meg a hitünket abban, hogy Jézus ott él a szívünkben. És újítsuk meg az engedelmességünket is, hogy megéri megtennünk azt, amit fölismertünk Isten akaratának. És akkor miénk lesz Mária boldogsága, boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit Isten mondott neked. A hitünk nem csak egy szívbeli döntés, a hitünk folyton újra kimondott igen és engedelmesség. És alapvetően ezt teszi lehetővé Istennek, hogy egyre inkább kiáradjon a szívünkben, megjelenjék a kapcsolatunk.